A Ferencvárosi Tornaklubban folytatja pályafutását Szilágyi Liliana, Európa bajnoki ezüstérmes, ifjúsági olimpiai bajnok úszó. A 22 éves sportoló hosszabb külföldi tartózkodás után tavaly ősszel kezdett bele ismét a kemény munkába Molnár Rákos edzővel. Szilágyi Liliana a vendégem. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm szépen. Hát miért belecsapnánk ebbe a váltásba, azért gratulálok a hétvég eredményedhez, mert nagyon jól sikerült Antwerpenben ez a verseny, 200 pillangón sikerült győznöd, ráadásul hosszúkat inkább győzted Lemesélj egy kicsit erről, milyen volt. Alapvetően ez volt ugye az év első versenye, és uh, nem igazán fűztem nagyobb reményeket hozzá, mint hogy kicsit edzeni, márint úgy oda menni, kicsit több számba úszni, és akkor ami jön, az jön. Uh, alapvetően a múlt heten pont úgy indult, hogy nagyon nem volt kedvem semmihez sem, hétfő kedden teljesen ilyen depresszió, letargia minden, és pénteken ugye indultunk a versenyre. És érdekes, mert uh, Mihályt beléptem abba az úszodába, Mihályt megéreztem Klorszagát, és azt, hogy én versenyezni fogok, rögtön így az egész hét, ami rossz volt, az így minden elszállt. És uh, és a versenyszám előtt is úgy álltam oda, hogy így, hát én nem hiszem, hogy most én a jobbat fogok tudni úszni a Katinkánál, de nem baj, tudom, hogy milyen technikával, taktikával fog úszni. Elmegyek vele, ameddig tudok, aztán meglátjuk, és érdekes, mert... Uh, ugye 2012-ben én itt nyertem az ifjúsági Európa-bajnokságomat, és ugye a négyes pályán, és ott úztam, és az első száz után azt éreztem, hogy hm, na hát nem is megy olyan rosszul, a, hát alapvetően amúgy ebben az uszadában már azért teljesítettem, és ez az uszada azért szeret engem, meg én is őt, Úgyhogy. Ilyen gondolatok hát, tudnak lezajlani az emberben, ami jó. Ja, én abszolút egy filozófia könyvet végig szoktam venni az egész úszásom alatt, ami nem biztos, hogy jó, de um, van, hogy jó. <gül> <gül> Miben változott a felkészülésed? szeptember-augusztus óta tulajdonképpen, amit a Molnár Ákossal egyzel együtt, és, és hogyan jött ez a váltás, és miért pont most, ha már lehet ezt kérdezni, hiszen azért szeptember óta együtt vagytok, tehát mert ez hosszú idő, de a váltás, vagy most következett meg, hogy átigazoltál a Fradiba? Uh, hát elsődlegesen arra, hogy uh, mibe változott a felkészülésem, Uh, sokkal rendszeresebb, sokkal keményebb, sokkal uh, jobban egy olyan munkát végzünk, ami, ami szerintem a, ahhoz a teljesítményhez, amit én nyújtani szeretnék, ahhoz pontosan elegendő. Uh, nem könnyű, nagyon nehéz, főleg mivel uh, én kikerültem két évig ebből a magyar rendszerből és uh, ebből az edzésmetodikából, és úgy kicsit nehéz visszaszoknom. Nem nagyon Jó kés... esett egyébként ez a kis kitérőm, azt hiszem, hogy az élet, hogy kellett neked, nem? Abszolút kellett, tehát abszolút minden másodpercét uh, élveztem, és, uh, és nagyon sokat tanultam. Uh, de aztán az Európa Bajnokság után úgy döntöttem, hogy ugye hazaköltözöm. Lett volna lehetőségem tenerippére menni, oda állandóan ott lenni, meg minden. Uh, de inkább úgy gondoltam, hogy itt az ideje hazajönnöm, hazatérnem, hiányoznak a barátaim, hiányzik az, az egész hangulat, hiányoznak a kávézók. Szóval alapvetően így, így ilyen, ilyen kis dolgokban uh, úgy döntöttem, hogy inkább jövök uh, vissza. És ugye elkezdtük a munkát, és, uh, és érzem azt, hogy ez az az út, ami, ami szerintem, mondom, ahhoz az eredményhez, amit szeretnék, azt meg tudja adni. És a váltás, tehát hogy az hogy a Fradihoz igazoltál, miért most Én is kicsit uh, összetett igen. mondatokba igen, tudok kérdezni, ahogy te filozofász, húszás <laughs> Alapvetően ugye szeptember óta velük edzem, tehát a Monár Ákos Fradi csapatával, és... Uh, Ugye a folyamatok elindultak már ott is, tehát a Honvéd meg a Fradi elnöke megbeszélték, és akkor mondták, hogy januártól kezdve én hivatalosan is Fradist tudok lenni, és uh, igazából ennyi volt. Tehát most lett hivatalos, most került uh, papírra az, hogy én Fradista vagyok. Mennyire tudott te beleadni magad ebbe a felkészülésbe, és mennyire kell, hogy hajtsanak kívülről? mert azért te mindig is olyan voltál, aki magadnak szerettél volna bizonyítani, azt hiszem, hogy az lépéseid is azért ezt mutatják, hogy, hogy, azért amit elhatározol, azt szeretnéd, és valahogy valamilyen szinten kiharcolod, hogy azért úgy lehessen, de mennyire tudod mondjuk így a saját korlátaidat átlépni, és mennyire kell ez mondjuk egy egyszer? Ez nagyon nehéz, mert nagyon sok mindenben túlságosan túlnyomom magamat, és pontosan ezért mentem el két évig, mert mert túltoltam, tehát túltoltam minden lehetséges módon, uh, nyilván voltak külső hatások is, de leginkább belőről. és úgy gondoltam, hogy egy kicsit rendeznem kell nekem azt, hogy hol is a helyem, mit is akarok tényleg, és hogy mi az a határ, amit én, én, én tényleg túl akarok lépni. Uh, versenyeken abszolút uh, egy olyan harmóniát tudok teremteni, szerintem az edzőm, edző, akárki az edzőm, akivel uh, éppen együtt dolgozom, hogy... Uh, hogy jól megy, tehát a versenyen nem szokott probléma lenni. Edzésem már inkább, mert nem igazán szeretek edzeni. Viszont ha akarok, akkor tudok edzeni nagyon is, meglepően uh, jól, de ha meg nem akarok, akkor meg nagyon nehéz velem. És pontosan ezért jó az Ákos, mert ő igazán nagyon ügyes módon megköveteli, és uh, teljesíteni próbálok neki. Az elején azt mondtad, hogy ez a hét pont, aminek ugye ilyen siker lett a vége, azért nagyon nehezen, meg ilyen depressziósan indult. Igen. Miért? Pont ezért, hogy nem volt kedved egyzeni, vagy hideg volt, rossz volt az idő, és nem bírod de ezt? Mi Igen. lehetett ennek az oka? Fontos, e hogy mi volt ennek az oka? A, nem olyan lényeges, igazából olyan élet élet dolgok annyiból, hogy ugye néha az embernek vannak fent, meg lent, Uh, én elég impulzív vagyok, eléggé reagálok a saját uh, kísérzéseimre, és mindig uh, szeretem szétboncolgatni, hogy miért, hogyan, merre. És uh, nekem az úszás alapvetően egy olyan dolog, ahol ki tudok kapcsolni. Viszont, hogyha épp azon a napon, vagy azon a héten, vagy már egy húzamosabb idei, ideje lemegyek, és nem kikapcsolódva jövök ki a medencéből, tehát nem úgy, hogy kiadtam magamból, hanem még frusztráltabb leszek, akkor ez így rakódik, és múlt héten pont így lerakódott, uh, így uh, így az egész, és azt mondtam, hogy fú, nekem kell egy kis szünet, hogy legalább egy vagy két nap, hogy egy kicsit úgy távol legyek mindentől és mindenkitől, és utána regenerálódok, meg minden, szóval abszolút uh, utána életképes vagyok újra. Mennyit segítenek ebben azok, akikkel együtt edzel? Ugye amikor kint voltál, külföldön jöttél, mentél más edzőpartnerek, ezek a mostani edzőpartnerek mennyiben tudnak segíteni mondjuk ebben? Mert azt gondolom, az is fontos, hogy ők magyarok, ez az a közeg, őket másképp ismered, mint egy orosz vagy bármilyen más edzőtársa, tehát más kultúra, más gondolkodás, ők mennyire tudnak ebben segíteni? Ó, nagyon jó, nagyon jó. Szerintem egy nagyon jó kis csapat uh, alakult ki. Ugye a választott testérekkel vagyok, Bicó bence meg két uh, fiatalabb uh, fiúval. És egy nagyon jó csapat uh, alakult ki, nagyon segítjük egymást. Ugye én őket már ismerem, amióta. amióta Pont az ezért kérdezem, igen. Tehát abszolút ismerjük egymást, ismerjük azt, hogy mi a egymásnak mondjuk a happy tehát az összes hülyeségünket tudjuk uh, kezelni. És elfogadjuk. És itt tök jó, ilyen, tök jó közösség alakult ki, és szerintem ez már egy csak támogató jobb lesz. Abszolút, nagyon. Van egy kérdésem, és nem tudom, mennyire zavar, érint vagy, vagy, vagy szívesen válaszolsz, vagy nem. Ugye a betegségedről beszéltél bátran, mindenkinek elmondtad. Ugye volt ez a két év, amikor szerintem azért ezt is próbáltad rendezni magadnak, valószínűleg ebből indult az egész. Ez volt az első ilyen nagyon komoly versenyed. Sikerült-e úgy teljesíteni, hogy ez a betegség teljesen le van tudva, vagy ezzel még foglalkozni kell? Ugye ez a betegség, ez a bulémia, ez egy olyan dolog, ami lelkileg, én lélek, lélekből indul ki. Alapvetően én ezt felismertem, és az összes olyan lelki pontot, ami mondjuk engem bántani tud, és erre sarkal, hogy ezt csináljam, azt megpróbáltam így kitapogatni, és rendezni magamban. És azt kell, hogy mondjam, hogy Pont múlt héten mondtam az egyik barátnőmnek, a, aki nagyon benne volt ebbe az egészbe egészen a kezdetektől, hogy figyelj! Semmi kedvem nincsen, se túl lenni magam, se a mosdóba elmenni, utána kitenni. Ehhez kérde, ezt akartam megkérdezni, hogy jó volt-e menned ezelőtt a versenyöt, mert hiszen azt itt szinte már rendszeré vált az életem. És, és anélkül is és sikerült akkor ilyen jó eredményt elérni. A, igen, igaz, érdekes, módon, érdekes módon, hogyha nem teszem ki magamból az összes energiát, akkor egészen jól tudok teljesíteni. Na hát, ezt eddig nem is vettem észre. Um, most viccelek egyébként, de, de nyilván azért ez egy olyan folyamat volt, amire azt kell, hogy mondjam, hogy büszke vagyok, és, és szeretném egyébként majd megosztani ezt így adagonként azokkal, akiknek erre szükségük van, mert léptem lépcsőket, amiket, mert egyébként alapvetően nem lehet ugyanazt mondani, tehát minden ember más, minden ember más, hogy közelíti meg, de vannak közös pontok, és én ebbe szerintem, ha megosztom, akkor remélhetőleg tudnék segíteni. Vissza az úszáshoz, hogyan érzed magad most, mennyire érzed jó formában? Egy nagyon jó visszajelzés volt ez a verseny, de most következik majdnem sokára egy másik, nem? Igen, a csütörtökön már megyünk is tovább Luxemburgba, az egy háromnapos uh, ugyanílyesmi verseny lesz, több számba úszok, uh, és uh, alapvetően nem készültünk rá. Nem tudom, hogy milyen lesz, az biztos, hogy élvezem azokat, hogy. Uh, így külföldi versenyen megmutathatom magam megmérettetések, és uh, ugye versenyszituációkat imádom. Uh, hát a formám alapvetően szerintem még van kétségeket maga után, még csak most kezdtük a felkészülést, ugye januárban. Nekem volt egy, mondjuk december, január eleje az egy kicsit olyan volt, hogy úgy elengedtem magamat, tehát úgy mint kajában, mint pedig úgy, úgy érzésekben. Ahhoz képest milyen jó eredmény született? Igen, egy kicsit egyébként meglepődtem, mert, mert, nem számítottam ilyen eredményre, viszont ez tök jó visszajelzés, mert ezek szerint az az edzés, amit beleteszek, az mégiscsak még, hogyha mondjuk nem is konkrétan egy oda koncentrált egy vagy két hét van mögötte, akkor is hozza magával az eredményt, mert a testem felismeri az érzést, hogy igen, fáradt vagy, de azért tudod csinálni. Tök jó. <laughs> Hát gratulálok még egyszer hozzá, és további sok sikert kívánok itt az új klubodban. Köszönöm, Köszönöm szépen!